Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a Digitális Téma Hét webinárium sorozat újabb alkalmán, amikor is egy nagyon izgalmas alkalmazásról, eszközről lesz szó. Sokszor halljuk azt, hogy a tanároknak ne halat, hanem hálót adjunk, olyan eszközt, amivel maguk is képesek jópofa feladatokat kitalálni és megalkotni. No, hát itt az alkalom. A ma esti előadónk Nagy Gergely, a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola történelem és földrajz szakos tanára, úgyhogy át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, és én is üdvözlök mindenkit, és szép estét kívánok. Köszönöm a bemutatást is. Akkor még egyszer Nagy Gergely vagyok, és a SZEPPO nevezetű programról lesz ma este szó. Ez a program igazából egy nagyon jó segítség a tanároknak arra, hogy egy kicsit feldobják a tanórát, és a címbe is látható, hogy a kompetenciafejlesztés játékosan tantermen innen is túl. Hát az innen is túl, arról később fogok kitérni. A lényeg az, hogy nem vagyunk egy zárt térbe korlátozva. De hát miért is játékosan a SZEPPO? Mert igazából ez egy nagyon jó játékprogram, amit a gyerekek tudnak alkalmazni, és hát a visszajelzések alapján tetszik is nekik. Először is akkor a pályázatra is felhívnám önöknek a figyelmet, hogy a digitális témahét külön díjában kisorsolunk ugye három darab éves SZEPPO hozzáférést, mivel ez egy fizetős program, tehát csak egy 30 napos próba verzió érhető el ingyenesen, de mindenkinek ajánlom, hogy próbálják ki, és vegyenek részt ezen a pályázaton. Szerintem mindenkinek tetszeni fog. Na de mi is ez a SZEPPO? A SZEPPO egy oktatási célú játék alapú program, egy filmfejlesztési program, onnan indult ki, és ha jól tudom, már ősztől ott be is vezették a tanmenetbe. A program célja, hogy a gyerekek egyénileg csapatban foglalkozzanak, és a játék során új ismereteket sajátítsanak el. Akár az osztályteremben, vagy az osztályteremben kívül is. Ez egy játék, pontokat lehet gyűjteni, és lehet egymással versenyezni is, de végül is azon van a hangsúly, hogy jól érezze magát a gyerek. Lehet a játékot telefonon, tableten, laptopon alkalmazni, igazából bármilyen olyan eszközön, amelyen internetelérés van, és valamilyen böngésző. Azért, mert ez egy böngésző alapú játék, tehát nem kell hozzá letölteni semmilyen applikációt, programot. Egyszerűen a böngészőből lehet futtatni. Hát is igen, egyszerű a használata. Nagyon is, nagyon felhasználó barát, új, modern, barátságos dizájna van. A gyerekek, ahogy visszajeleztek nekem, mindegyikük azt mondta, hogy menő, és hogy nekik is nagyon bejött. Amit meg kell még talán jegyezni így elsőre a programra, hogy a kezelőfelület is az nagyjából meg van szabva, hogy a kinézetét azt nem tudjuk teljesen változtatni, majd erről egy kicsit jobban kitérek, hogy mennyire tudjuk, de teljesen lehet használni. Teljesen jól lehet használni. Ami szükséges a SZEPPO-hoz, ugye az internet elérést már mondtam. A SZEPPO-t lehet online használni, igazából úgy érdemes, de akár offline is lehet használni, így akkor már ki is tudunk menni az osztályteremből, és kint a szabadban is lehet játszani a programmal. A játékidő, a csapat szám, vagy az, hogy egyénileg használjuk, az mind csak ránk van bízva, az, hogy mi hogy szeretnénk ezt alkalmazni, és hogy mire is szeretnénk alkalmazni a SZEPPO-t. Végül is a SZEPPO célja, mint már említettem az előbb, hogy játékosan tanuljanak a gyerekek.
Lényegében a SEPO-ban mi kérdéseket tudunk felrakni a gyerekeknek. És egy játék keretében ezeket a kérdéseket egymás után tudják megoldani. Az, hogy milyen sorrendben, azt egyáltalán nem fontos, össze-vissza is lehet, és bármikor elküldhetik a válaszokat, hogyha például egy olyan választ akarunk, és hogy olyan kérdést adunk fel nekik, hogy amihez kutatni kell, számolni kell, jobban utána kell nézni a dolgoknak, visszatérhetnek, és majd csak akkor küldik el nekünk a választ, amikor azzal már teljesen kész vannak. Lehet pontokat, jelvényeket gyűjteni, és így tudnak a gyerekek egyre jobban játszani. A programban van egy chat funkció. A chat funkciót arra tudjuk alkalmazni, hogy a gyerekek is egymással tudnak kommunikálni, és a játékvezető is, maga a tanár is tud a gyerekeknek segítséget, instrukciókat nyújtani, és ez alapján is sokkal jobban együtt tud működni a játékvezető a játékosokkal. Maga a játékot is egy játékvezető szempontjában élőben tudjuk követni, ahogy a játékosok egy játékra választ adnak, mi azt láthatjuk, ők is láthatják a rangsorban, hogy éppen mire kaptak pontot, vagy mire nem, élőben egyből kapnak rá lehetőséget arra, hogy kövessék a saját előmenetelüket. Na, mit tud a SEPPO a rövid bemutató után? Maga egy földrajzi lokalizáció, tehát valósidői navigáció is van benne. A SEPPO úgy épül fel, hogy van egy játéktábla. A játéktáblán tüntethetjük fel a kérdéseket. Ez a játéktábla lehet egy valós térkép, de bármilyen kép formátumú, vagy egy képet be tudunk rakni játéktáblának, és ezen tüntethetjük fel a kérdéseket. A klasszikus tesztkérdések megtalálhatóak benne, az egyszerű választás, többszörös választás, párosító feladatok, vagy szövegkitöltő feladatok, de vannak kreatív feladatok, ahol képet, videót tudnak feltölteni a gyerekek, a játékosok, és ezeket tudjuk pontozni. Egy feladatban több kérdéstípust is tudunk alkalmazni, így egy kicsit összetebbé téve a témakört az adott kérdésről. A chat funkcióval folyamatosan tudunk velük kommunikálni, segítséget kérhetnek, plusz információkat adhatunk meg nekik, és ezzel is egy kicsit sokkal komplexebbé téve az egész programot, és jobban együtt dolgozva, egy igazi közösséget alkotva magában a játékon belül is. Hogy mivel is lesz játék a SEPPO, onnan, hogy van egy kerettörténete, szabályok és szabályokat adhatunk meg. Magának, hogyha egy játékos belép a SEPPO-ba, az első, amit lát, a játék leírása lesz. Ez bármilyen információ lehet a játékról, de kitalálhatunk egy teljes történetet is, amit leírunk. Ezután jöhetnek a szabályok, hogy mi alapján is kell játszani a játékban, és hát plusz információ a tanároknak is, hogyha ezt más is használni akarja. Mert ugye más is tudja használni. A SEPPO-nak egy hatalmas nagy előnye az, hogy egy felhőben lehet feltölteni a játékokat. Mi elkészítünk egy játékot, és dönthetünk úgy, hogy ezt megosszuk bárkivel, és bárki, aki a világon használja a SEPPO-t, azt eléri ezt a játékot, és ő is tudja alkalmazni. És ez alapján mi is tudunk bármilyen játékot használni, amit már valaki elkészített és feltöltött. A SEPPO-t már több nyelvre lefordították, és több nyelvű játék is már fenn van a felhőben. Így már magyar nyelvű játékokat is lehet találni. Témakörök, nyelvek alapján tudunk keresni, vagy csak maga a random kereséssel is tudunk játékokat keresni, és ezeket kipróbálhatjuk, és meg is mutathatjuk a gyerekeknek, hogy alkalmazzák. Így a lehetőségek szinte korlátlanok, mert ha nekünk esetleg nem jutott valami eszünkbe a játék elkészítése során, másnál láthatunk rá ötleteket, és azokat is kipróbálhatjuk. Így módon
A SEPO-t sok mindenre lehet használni, és nincs mondjuk egy témakörhöz, például egy földrajzhoz korlátozva, ugye a földrajzi lokalizáció alapján, mert például egy nyelvi tesztre, vagy egy nyelvi gyakorlás, egy idegen nyelvi gyakorlásra is tökéletes lehet egy SEPO, például egy angol nyelvi játékot játszva, hogy a gyerek mennyire tudja ezt lefordítani magában, és mennyire tudja jól kitölteni. De igazából a tantárgyi korlátozások egyáltalán nincsenek, tehát bármire tudunk kérdéseket felrakni, bármit tudunk velük játszani, és bármilyen információt át tudunk adni a SEPO-val. Maga a SEPO és azt akarja, hogy minél több lehetőséget próbáljunk ki, és arra sarkal minket, hogy ezt az egész játékot minél jobban mi is megismerjük, és mi is fejlesszük, és ahogy egyre több és jobb játékokat készítünk, úgy tudjuk a többieket is egyre több és új játékkal megismertetni, és őket is fejleszteni. Tehát ez egy hatalmas közös munka, és így mindenki együtt tud dolgozni ezen, csak persze ezt akarni is kell továbbra is. Ja igen, itt megint a külön díj. Na nézzük továbbra is. Tehát miután már meghatároztuk a kerettörténeteket és a szabályokat, ezután lehet egymás után feltölteni a kérdéseket. A játék annyira testre szabható, hogy a kérdések ikonjait, ezt majd később is fogom mutatni, meg tudjuk változtatni, így tudjuk kategorizálni is az ikonok alapján a kérdéseket. Magával a kérdésekhez a leírás kell megadni, hogy mit is kell megoldani a gyerekeknek, így több lehetőséget is ugye a többszörös választásnál, egyszeres választásnál meg kell adni. Pontozhatjuk a kérdéseket, tehát megállapítjuk a pontrendszert, de képeket is feltölthetünk mellé plusz információnak. Emellé még egy plusz üzenetet tudunk írni a kérdések mellé, hogy éppen ez most rossz válasz volt, jó válasz volt, mire is kellett volna jobban figyelni. Itt további információkat is tudunk adni esetleg a további kérdésekhez. Az, hogy többszintű a játék, tehát szintezhetjük, így magasabb fokozatokat is el tudnak érni a játékosok bonyolultabb, nehezebb szinteket, ami nagyobb kihívást tud nekik jelenteni. De az igazi lehetőségek a kreatív feladatokban vannak. Ezek a feladatok arra ösztönzik a játékosokat, hogy sokkal jobban tudjanak gondolkozni, vagyis hát jobban gondolkozzanak, hogy sokkal több mindent tudjanak elérni, és megmozgassák magukat, így érjenek el minél több pontrendszert, vagyis minél több pontot. Ezt tudják a legjobban alkalmazni. Hát a más programok is vannak, amik nagyjából a kérdés típusokat, amik vannak a SEPO-ban, azokat tudják alkalmazni, de a kreatív feladat, ami igazán a SEPO-t egyedivé teszi. Igen, a játék során a gyerekek, ahogy játszanak, és megpróbálják megoldani a feladatokat, különböző módszerek vannak lehetőség, vagyis különböző módszereket kapnak, hogy ezeket végrehajtsák. Ezeket a módszereket mi tudjuk megszabályozni nekik, vagy teljesen szabad kezet adhatunk, és ezzel is egy kicsit bővíteni tudjuk a játékot, mert végül is az a cél, hogy jól szórakozzanak. Amit el kell mondanom a SEPO-ról, hogy én ezt 7. és 8. osztályban próbáltam ki általános iskolában, és az eddigi visszajelzések alapján a gyerekek nagyon is élvezték, és talán a legnagyobb pozitívumnak azt tudták mondani, hogy mobilon is alkalmazható. És ez egy érdekes véletlennek köszönhető, mert amikor először akartam alkalmazni a SEPO-t órán, akkor valami oknál fogva nekünk a tableteink bemondták az unalmast, és a gyerekek egyből megkérdezték, hogy lehet-e
telefonon játszani, és mondtam, hogy persze lehet, és egyből előkapták a mobiljaikat, és már próbálták is ki. Hogy néz ki maga a játékba a belépés egy játékos számára? Kap egy PIN kódot, egy betűkből számokból álló PIN kódot kap, ezzel belép, ezután be kell írni a nevét. És itt kell figyelniük, hogyha esetleg később is szeretnék alkalmazni, vagy később is szeretnének belépni a játékba, mert ilyenkor a játék generál egy számsort a név mellé, egy számsort, és már is belépek a Szeppóba, és ezt meg fogom mutatni önöknek. Igen, és látható a jó. Igen, tehát így néz ki a Szeppó egy instruktúr felhasználó számára. Itt tudjuk szerkeszteni a programjainkat, hogyha több programunk van, ott tudunk lépkedni. És akkor most a belépek az egyik úgymond programba. Tehát a PIN kód, amiről beszéltem, az itt található. Még egyszer. Itt található a PIN kód. Ezzel tudnak a játékosok belépni. Ezután a nevüket kell beírni, és emellé a program generál egy számot a program mellé, és ezzel a számmal összeadva a névvel tudnak újra belépni. Erre kell vigyázni, mert előfordult, hogy talán az internet elérés miatt néha egy-egy játékos kidobott a program, és újból belépésnél elfelejtette a számot, és újra kellett kezdeni az egészet. Tehát ezért mondom, hogy mindig jegyezzék meg maguknak. Tehát akkor hogy is épül fel egy játék létrehozása? Először ezzel az információval és ezzel az oldallal látjuk. Tehát itt tudjuk beállítani, hogy egy statikus képet, bármilyen képet, vagy több képet is fel tudunk egymás után rakni, és azok között változtatni, hogy amelyik jobban tetszik nekünk, vagy valódi térképet tudunk alkalmazni. Hát a térkép stílszerűen Helsinki-ből indul, film program lévén, de mi alkalmazzuk ezt a képet. Itt be tudjuk állítani, hogy offline játék legyen, vagy több szintű legyen a játék, esetleg pont nélküli játék, hogyha nem akarjuk, hogy a gyerekek egymással versengenek, mert nem mindenki szereti, és hogy legyen egy chat a játékban. A kategóriáknál és kulcsszavaknál tudjuk berakni, hogy milyen nyelvű a játék, milyen életkor kap, milyen életkorna is, milyen tantárgy maga, milyen tantárgyhoz, vagy milyen témakörhöz kapcsolódik a program, vagyis maga a játék. És esetleg még plusz kulcsszavakat tudunk beírni. E-mail értesítések. Minden kérdéshez kaphatunk e-mail értesítést, hogyha szeretnénk róla tudni, hogy éppen most még kérdést csinálta meg, vagy végezte el valaki, vagy küldötte nekünk valamit, és akkor egyből tudjuk értékelni, hogyha szeretnénk, vagy ezt későbbre halasztjuk. És jelvényeket tudunk elkészíteni, ezt bármilyen ikont fel tudunk tölteni, amit szeretnénk, és ezeket a jelvényeket kaphatják meg a játékosok díjként. Ez csak a bevezető. Ezután meg kell írnunk egy kerettörténetet. A kerettörténetet azt teljesen a mi igényünk szerint szabjuk meg. Itt egy kerettörténet már alapból be van állítva nekünk mintának, hogy ismerjük. Ezután jöhetnek a szabályok. A szabályokat is mi szabjuk meg, hogy milyen sorrendben, esetleg, hogyha akarunk sorrendet,
vagy hogy mennyi idő alapján az időt is mi szabjuk meg, oldják meg a játékosok a játékot. És egy segítséget is tudunk mondani esetleg más oktatónak, akik később akarják ezt a programot alkalmazni. És hát felül az oldal tetején állíthatjuk be, hogy mutassa a játékosoknak a szabályokat, vagy nem. A játékosok, hogyha esetleg elfelejtenék, később bármikor megnyithatják a szabályokat és a történetet, hogyha ott is el akarunk rejteni egy-két plusz információt, amire egy-két valamilyen kérdésnél vissza akarunk utalni. És akkor ezzel az ikonnal itt tudjuk a kérdéseket kiosztani. Választhatunk egy kérdéstípust, kreatív feladattól ugye a párosító feladatig, mondjuk egy egyszerű feladatot kiválasztok, le tudok írni információt a feladathoz, de egy nevet is meg kell ugye adni a kérdésnek. Például ugye a népesség, és akkor, hogy címszóval már is meg tudunk adni több választ. Ugye alapból két válasz lehetőséget tudunk beadni, de bármikor ugye több válasz lehetőséget is be lehet iktatni. És akkor így már beírtam ugye a válasz lehetőségeket, de így még nem kapnak pontot. Be kell állítanunk, hogy melyikre akarunk, és akkor itt pontozhatjuk, hogy két pontot kap erre a kérdésre, plusz képet itt tudunk hozzárendelni a kérdésekhez, és szöveget. Ezután menteni tudjuk. Ha bementük, akkor megjelenik nekünk a kérdésünk ikonja. Ezt bárhova tudjuk rakni a magának képen. Ez egyáltalán nincs ugye megszabva. És bármikor tudjuk szerkeszteni is a kérdésünket, hogyha esetleg még szeretnénk. Alul pedig a további beállításokkal meg tudunk adni nekik határidőt, be tudjuk állítani, hogy villámfeladat legyen, be tudjuk állítani, hogy esetleg képet küldjenek, vagy meg kell osztani médián, és az ikontípusát is tudjuk állítani bármilyenre, és ugye a jelvény automatikus megadását is meg tudjuk adni nekik. Továbbá a jobboldali menüsorban vannak további érdekességek, tehát itt van a villámfeladatok, hogyha beállítottunk valamit villámfeladatnak, azok itt jelennek meg. És itt vannak a feladatok listája, ahol láthatjuk mi játékvezetőként a feladatokat. Itt mindegyik fel lesz sorolva, melyik aktív, itt ki tudjuk kapcsolni, be tudjuk kapcsolni az aktív kérdéseket, és láthatjuk, hogy hány válasz érkezett. Általában a kérdéstípusoknál automatikusan megkapják az értékelést a játékosok, kivéve a kreatív feladatoknál, ott nekünk kell külön értékelnünk. Egy kreatív feladatnál, nem, ez pont nem az, kreatív feladatnál itt igen, a Google Maps segítségével kell kiszámolni a Városliget oldalhosszúságát, és akkor így ugye a területét, ezt a játékos Google Maps alapján kiszámolja, és papír alapon felvázolja a számolását, ez befotózza nekünk, ezután nekünk akár egy e-mail értesítésével kapunk információt arról, hogy valaki elvégezte a feladatot, és itt az előbbi menüpontban tudjuk értékelni a válaszát. Ami ugye, ahogy látjuk, 10 pontos a kérdés, tehát maximálisan 10 pontot tudunk ráadni, és esetleg plusz szöveget tudunk, üzenetet küldeni a gyerekeknek. A pontszámok alapján itt azt láthatjuk, hogy
milyen néven ki mennyi pontot ért el, és itt folyamatosan rangsorolva vannak. Ez teljesen változhat, tehát attól függően, hogy ki éppen még feladatot töltötte fel, hány pontot kapott, ezt a játékosok is folyamatosan tudják nézni. És ugye itt a chat, ahol a játékosok egymással, vagy maga a játékvezető is be tud lépni a beszélgetésbe, és tud beszélgetni a többiekkel, és instrukciókat adni akár nekik. Ugye egy játék egyszerű felépítésű is lehet, de akár bonyolult is lehet. Az, hogy mennyire bonyolítjuk, vagy mennyire egyszerítsük a játékot, az teljesen át van bízva, attól függ, hogy milyen korosztályon, milyen témánál, vagy vegyes témánál akarjuk alkalmazni. Akarjuk alkalmazni a játékot, és ez bármikor újra játszható, változtatható és megosztható. És talán egy fontos információ a játékkal kapcsolatban, tehát az elkészítésével. Egy játék akkor lesz játszható, hogyha itt a jobb oldali menüsorban legfelül ugye a startra rákapcsolunk, és megosztjuk a játékot. Ja, igen, leírásnál. Ezt már pedig egyszer kiválasztottam. És megvan osztva. Mindenki számára elérhető lett ez a játék jelenleg. Így bármelyik játékmester, vagy játékvezető be tud lépni, és ezt a játékot most már tudja alkalmazni, és akár még talán változtatni is rajta, hogyha szeretne. Tehát, hogyha egy játékot így létrehoztunk, így megosztottuk, és akkor most már a játékosok is beléphetnek és játszhatnak. Amit még el kell mondani, tehát, hogyha egy Szeppóval akarunk, itt visszaléptem a Szeppó alap oldalára, lent láthatjuk a többi játékot. Jelenleg 3202 játék van kész. Kiválaszthatjuk a magyar nyelvű játékokat, és akkor kereshetünk. Két játékot találtam jelenleg magyarul, de egy angol nyelvű játéknál már nyilvánvalóan többet fog, 504 játékot, és bármelyikbe beléphetünk, és ezeket is kiadhatjuk bármikor. Bármikor is ezek is bármikor játszhatóak lesznek. Tehát maga a Szeppó egy könnyen kezelhető, mint látható volt, elég könnyen kezelhető játék. Semmilyen bonyolultság nincs abban, hogy most egy játékot létrehozzunk. A kreativitásunkra van bízva, hogy egy játékot mennyire tudunk élvezhetővé tenni, és mennyire lesz ez a többieknek is élvezhető, ugye nem csak számunkra. Nyilvánvalóan egy kis időt bele kell ölni, ahhoz, attól függően, hogy mennyire akarjuk jól megcsinálni ezt a programot magunknak, de ez az idő talán meg fog térülni. És ahogy a visszajelzésekből látható, ezt a programot a gyerekek is élvezték. Sokszor. És talán jobbnak is tartották, mint más programokat, amiket eddig én legalábbis használtam velük. Lehet azért, mert én is egy kicsit több időt öltem bele, vagy azért, mert jobban rávezettem őket, hogy végül is mi lesz a feladat. Amit meg kell említenem még talán a gyerekek szempontjából, hogy a chat lehetőséget ők nagyon hamar felfedezték. Először én fel sem hívtam rájuk a figyelmet, de nagyon hamar felfedezték és alkalmazták is. És egyből itt már információkat osztottak meg, és ki is alakult a verseny, mert a végső megoldást, ami ugye a cél volt a játéknál, ott már azt az információt már ugye nem akarták megosztani még egymással a játékosok, ott már előjött a versenyszellem,
a versenyszellem közülük és bennük, és így nagyon is élvezték, és egy kicsit el is húzódott, de használni tudták, és nagyon is jó használható volt. Amit, hát a Seppónak ugye egy másik előnye az, hogy nem muszáj tanteremben alkalmazni. Tehát ha offline játékot is engedélyezünk, akkor ugye először be kell lépnünk a Seppóba, és a Seppón belül ugye beállítjuk az offline játékot a beállításoknál, beállítjuk az offline játékot, és ezt arra is jó használni, hogyha például egy hely ismereti sétát akarnánk szervezni, és arra akarunk egy játékot alkalmazni, akkor a gyerekek először a játékosok belépnek, ezt a Seppó érzékeli, letölti úgymond a játékot az eszközre, és ezután internet elérés nélkül tudnak a kérdésekre válaszolni, és majd amikor újabb internet elérés lesz, akkor küldi el nekünk az eredményeiket, és miután, ezután kapják meg a pontokat, és amiután mi is értékeltük. És értékeltük, tehát így kitárul elénk a világ, és bármerre tudunk mozogni a játékosoknak, nincs megszabva semmilyen korlát, tehát hogyha amerre szeretnénk, vagy otthon végezzenek-e valamilyen feladatot, azt is meg tudják oldani. A játékidőt azt is mi szabjuk meg, tehát hogy most egy óra keretében akarunk alkalmazni, vagy akár egy házi feladat elkészítését akarjuk ezzel megoldani, azt is teljesen meg lehet oldani. Otthon elkészített feladatokat is bármikor fel tudnak tölteni, erről ugye e-mail értesítést is kaphatunk, amit már említettem, és de ott is bármikor, amikor kirakjuk, bármikor, amikor ezeket a kérdésekre megadták a választ, egyből ők is látni fogják, és tovább tudnak játszani. Tehát biztatok mindenkit, hogy ahogy láttam, kolléganőm felrakta a chatben a kódot, tehát ezzel a kóddal tudnak belépni, és próbálják ki a játékot. És ahogy látom, már egy páran meg is tették, vannak pontszámok. Vannak pontszámok, és nézzék meg, hogy mennyire alkalmazható egy ilyet. És talán én megmutatnék egy másik játékot, amit én alkalmaztam, és ezt az osztályban ki is próbáltam egy földrajztanórán. Egy afrikai kérdéssort, és erről is én a kódot belinkelem a chatbe. Ez egy kicsit témához szűkített, tehát a földrajz tantárgyhoz szűkített Afrika témakörhöz kapcsolódó játék. De itt a kerettörténetet és a kérdéstípusokat is meg lehet nézni, és úgy nagyjából, hogy ez egy tényleg osztályban kipróbált játék, hogyan is tud működni. Persze ettől függően, ahogy ez a játék elkészült, lehet tovább bonyolítani, és lehet változtatni is mindenkinek egyéni igényei alapján tudja ezeket változtatni, ahogy a játékát el akarja készíteni. Tehát a Seppót én egy személy szerint egy nagyon jó alkalmazható programnak találom. A játékos keretet talán jobban el tudják a gyerekek fogadni, és ha úgy is fogják fel, mint egy játék, akkor sokkal nagyobb élvezettel használják. Az, hogy bármilyen eszközön lehet használni, ez egy hatalmas előny. Az, hogy nem kell hozzá letölteni semmilyen programot, az is egy hatalmas előny. Most már szinte mindenkinek a zsebébe ott lapul egy okostelefon, ami alapján bárhol, bármikor internet segítségével ezt el tudják érni. Időkeret nem szükséges, időkeretet nem szükséges megadni, tehát
egy hétig lehet játszani egy játékot, hogyha valakinek csak úgy van rá ideje. És akkor feltölteni a kérdéseket, amikor neki úgy jó, egy kérdést elküldeni játékosként elsőre nem szükséges, meg lehet a kérdéseket úgymond vitatni a többiekkel, hogyha csapatban játszanak, és arra elküldeni, és majd később elküldeni a választ, egy kérdésre vissza lehet térni, hogyha még nem küldt el, tehát miután már elküldt, akkor már nem lehet visszatérni rá. És így sokkal jobban a csapattagok, hogyha csapatban játszanak, egymásra is vannak utalva, tehát arra attól függően, hogy egy kérdés meg tudjanak jó oldani. Úgy, meg tudjanak jó oldani. Amit a negatívumként esetleg a gyerekek is megemlítettek, az, hogy a program néha kidobta őket. Ezt te is már említettem, és a név mellé odarendelt számsort is említették, tehát ezekre a kilépésen nagyon sajnos nem tudunk mit kezdeni, bár a program működik, jól működik. Egy-két hiba előfordul, de ezek csak kisebb bosszúságokat okozhatnak, egyeseknek nem zavaró. A számsor pedig arra mindig fel kell hívni a figyelmet, hogy a számsort mindig fel, és hogy jegyezzék meg, és ez alapján tudnak visszalépni, vagy hát ténylegesen előről kell kezdeni. A másik negatívum az, hogy voltak egyes gyerekek, akik úgymond versenyezni nem akartak a többiekkel, és egy játékban, mivel pontrendszert én megadtam a magyar játékban, ezért versenyre voltak kényszerítve. Ezt természetesen valaki pozitívumként, valaki pedig negatívumként értékelte, és hát azért van olyan, aki úgymond nem szeret a többiekkel versenyezni, vagy nem érzi jó benne magát, ezt sajnos bármiben benne lehet. A másik, amit még úgy negatívunként felhoztak, hogy egyes kérdéseket nem láttak a gyerekek, de ez az ő problémájuk volt, mert ugye magát a játékot, ahogy most talán csinálom, és láthatják is, hogy lehet változtatni, közelíteni jobban. Ezt így erre is fel kell hívni a figyelmüket, hogy mindegyiket látják-e. A bár, amikor belépnek, akkor láthatják, hogy pontosan hány kérdés és hány pontot lehet szerezni magával a játék során. Úgyhogy mindenre fel kell hívni nekik a figyelmet. De pozitívunként tényleg nagyon sokat megemlítettek, az, hogy lehet telefonon alkalmazni, az, hogy a kezelőfelület nagyon egyszerű és jól néz ki, dizájnos és élvezetes ezzel játszani. Úgyhogy a Szeppo programot elég jól összerakták a finn barátaink, ők már ugye bevezették. Én szeretném, hogyha minél többen kipróbálnák önök közül, és részt vennének ugye a pályázaton. Maga a 30 napos ingyenes verziót is tehát ajánlom mindenkinek, hogy próbálják ki, és szabaduljon el a képzeletük, és minél több lehetőséget ki lehet próbálni ez alatt a 30 nap alatt bőven. És hát ha valakinek sikerül is nyernie, hogyha minél jobb játékokat összeraknak. Nagyon hát. Erika is válaszol a kérdésekre, ő ugyanis a Stifelnek a főszerkesztője, tehát ő is itt van, és ő is tud válaszolni, és válaszol is minden kérdésre. Úgyhogy most együtt Gergellyel válaszolnak, hogyha felmerül még valami.
Ó, természetesen a határidőt azt már is még egyszer berakom. Igen, Én itt van is a feltettem a chatbe a nálunk lévő pályázat. hírt, tehát ha valaki nem Tehát írta május fel, 3 a vagy határidő. nem talál oda egyből, akkor a digitális témahét.hu oldalon is a hírek között megvan. Hát ha nincs több kérdés az előadóhoz, akkor köszönöm szépen Nagy Gergelynek az előadást.